Romlatlan, ősi, gyönyörű. Akik ismerik, ezekkel a szavakkal jellemzik leggyakrabban a széles kárászt. Kevesen maradtak, maguk a széles kárászok is, és azok az emberek is, akik még tudnak róluk. Fél évszázad elég volt hozzá, hogy elfelejtsük, és ahhoz is, hogy a kipusztulás szélére sodródjon Európában, ahol őshonos. Pedig a széles kárász az igazi, a mi kárászunk. A Kárpát-medence eredeti, mocsaras folyó kiöntéses vízi világához alkalmazkodott, mely persze mára épp úgy eltűnt, mint kedves hala. A kutatók dolga világszerte sokáig az ismeretlen felderítése volt. A téma fogy, napjainkra nem maradt sok lehetőség felfedezetlen területet vagy leíratlan állatfajt találni. Közben egy újabb, szomorúbb kutatói feladat bontakozik ki. Feltérképezni azt, mi maradt meg az ember mellett. Mi maradt a természetből a nagyvárosok betontengerében, az egyenesre szabályozott folyókban, a lecsapolt mocsarak helyén. Kevesebb, mint gondolnánk, és ugyanakkor több, mint gondolnánk. Budapesten ez a széles kárász talán utolsó élőhelye. Egy hajdani malomárok rákos palotán, mely mára ugyanolyan tiszta vízű, de áthatolhatatlan mocsárrá vált, amilyenek szinte egész Pestet borították a város épülése előtt. Minden oldalról lakott területek és forgalmas autóutak szorongatják. A város, mint egy gigászi polip fonta körbe házaival, útjaival. Budapest sosem pihen. Csaknem 2 millió lakosának naponta legalább a fele átsiet a várost kettészelő nagy folyó a Duna felett vagy alatt. Ahogyan széles sugárutak, tágas terek, hidak, aluljárók, szűk sikátorok váltják egymást, olyan sokfélék a város vizei is. Keskeny csermelytől hömpölygő folyóig, kacsaúsztatótól tágtükrű tóig mindenfajta természetes és mesterséges víz megtalálható, bennük az ország teljes halfaunájának mintegy 80%-a, több mint 60 halfaj. A budapesti átlagember nem is sejti, hogy a lába alatt csordogáló patakban egyáltalán élhetnek halak. A fenséges Dunára pedig szennyezett, fertőző folyóként gondol, melyben elvétve látható egy-egy félholt hal. A lakosok napirendre tértek a gondolat felett, hogy szennyezett vizek veszik körül őket, ám közben azok szinte észrevétlenül kitisztultak. Élő világuk lassan regenerálódik a nehézipar hanyatlása óta eltelt évtizedek során. Kora tavasszal a rákospalotai mocsárhoz alkalmi vendégek érkeznek. A barna varangyok, a termetesebb nőstény a hátán cipeli a hímet. Telelés után már párba állva mennek a vízbe. A megpihenő varangypárt a víz alól észreveszi valami. A halakat és békákat zsákmányoló, félelmetes ragadozó csukák itteni képviselője még kicsi. Túl nagy falat lenne neki a két kövér varangy. Tovább állnak hát, kiki a maga útján. A varangyok alig egy hétig lesznek itt. Ez alatt lerakják petéiket. A kristálytiszta vízű mocsár kellemes bölcsője lesz porontjaiknak. Egy-két hét, és kizöldül a táj. A víz alatt pedig előbújik az a hal, amely a széles kárász eltűnéséért okolható. A 20. század közepén betelepített, Ázsiából származó ezüst kárász majdnem mindenhonnan kiszorította az őshonos fajt. Az élőhelyeiről és az emberek gondolataiból is. Ma már, ha egy horgász vagy halgazda azt mondja, kárász, akkor szinte biztos, hogy a mindenütt jelenlévő ezüst kárászra gondol. Úttörő populációi kizárólag női varú egyedekből állnak.
s ezek más pontyfélék hímjeivel is képesek szaporodni. A szaporulat ráadásul nem hibridekből, hanem az ezüstkárász nőstény tökéletes genetikai másolataiból, azaz klónjaiból áll. Az anyahal képes a másfajú hím örökítő anyagát kizárni az utódnemzésből. Ezzel a szaporodási stratégiával egyetlen példány is elég egy új állomány megalapításához. A stabilizálódott populációkban, így a rákosparotai mocsárban is megjelentek a hímek. Itt az ezüstkárászok szaporodása nagyrészt normál módon megy végbe. Talán ennek is köszönhető, hogy mellettük az őshonos kárászfa is fent tudott itt maradni. Az ezüstkárász a széles kárásznál korábban kezdi az ívást. A nőstényeket csoportokba verődött hímek követik a sűrűbb növényzet közé, ahol jellegzetes fürdőzés veszi kezdetét. Más állatok is mozognak a nádban. A kis vöcsök váratlan felbukkanása megijeszti ugyan a halakat, de nem jelent veszélyt rájuk. Ez a kis vízimadár csak apró ászkákért, piócákért bukik a víz alá. Velük eteti a sűrű nádasban bujkáló, napos csibénél kisebb fiókáit. Májusban nagy a forgalom víz felett és víz alatt is. A pár nélkül maradt ezüstkárászok más fajú halakra telepednek rá. Megmozdulnak a széles kárászok is, párokba rendeződnek. Az ő ívásuk jóval csendesebb, kevésbé zajlik szem előtt. Nem rendeznek nagy parádét, és nem szívesen térnek le a sűrű növényzet rejtekében húzódó, megszokott útvonalaikról. Hasonló utakon cirkálnak a ragadozók. A csuka már túlesett az íváson, de a sügér szemlátomást még nem. A ragadozók főtáplálékát itt nem a kárászok jelentik, hanem a színpompás vörös szárnyú keszegek. Az ő állományuk a legnépesebb ezen az élőhelyen. Táplálékukat nagyrészt a felszínről csipegetik. Apró állatok mellett zsenge növényi hajtásokat is fogyasztanak. Rajuk igen összetartó, általában egy tapasztalt, nagyobb és idősebb példány vezeti őket. A csapat rendje csak pillanatokra bomolhat fel. Ha megijednek valamitől, madárrajként rebbennek szét, de gyorsan összeállnak újra. A barna varangyok párzása sikeres volt. Ebi halaik 10 000 számra nyüzsögnek a vízben. Az ikrákból nemrég kikelt, kezdetben határozottan ebihalszerű zsenge halivadékok jóval szerényebben húzódnak meg a vízi növényeken. Életük első szakaszában egy helyben függeszkednek. Nem táplálkoznak, belső tartalékaikból élnek. Később elúsznak, ekkor már megkóstolják a legapróbb, szinte mikroszkópikus vízi szervezeteket. A réti csík ivadékának már kialakult bajusza és mellúszói vannak. Gyorsan nő, az egyre melegedő idővel fut versenyt, hogy kifejlődjön nyárig. A rákospalotai mocsár nyílt vízfelülete évről évre kisebb. A meder sekélyedik, iszapolódik, a parti nádas pedig egyre beljebb tud hatolni a vízbe. Ez természetes folyamat. Így lesz a tóból mocsár. Avatatlan szemlélő számára a tó éppen tönkre megy. A helyi lakosok közül többen szót emeltek azért, hogy úgymond rendezzék végre a területet. Valójában egy mocsár természetvédelmi szempontból sokkal értékesebb, fajgazdagabb élőhely, mint egy kitisztított tó. A széles kárász is a mocsarasodás következtében tudott itt megmaradni, és további ilyen élőhelyekhez szokott fajokra is bukkanhatunk.
réticsík. A lápiléthez leginkább alkalmazkodott hal. Módosult bélrendszere egyfajta tüdőként működve képes a levegő oxigénjét a vérbe továbbítani, így biztosítva a túlélést az oxigénszegény mocsarakban. Az elhasznált levegő a végbélen áttávozik, miközben a csík friss levegőt szippant a felszínről. Nem mind réti csík, ami mozog az iszabban. A tarajos gőte elszántan kutat táplálék után. A régiek a réti csíkot időjósként fogságban tartották, mivel igen érzékeny a légnyomás változására, és nyugtalan viselkedésével akár egy nappal is előrejelzi a vihart. A nyári zivatar hirtelen csap le. Esős időben a réti csíkot nyugtalansága gyakran kiűzi a szélvizekbe, és ilyenkor benne rekedhet kisebb-nagyobb pocsolyákban. Tócsa vize egyre zsugorodik. De ez még nem veszélyes, hiszen a réti csík a levegőből is oxigénhez juthat. Lágy talajon egyszerűen beásná magát, de itt a tó mellett húzódó, kemény, kavicsos földúton erre nem képes. A víz már nagyon kevés, így hát a csík kénytelen egy kis vándorútra indulni. Sikerült. A csík elérte a tavat, ahol most már nyugodtan marad. Egészen a következő viharig. A főváros épülése előtt annak szinte teljes területe a Duna ártere volt. A lápokat itt is utolérte a végzet. A terjeszkedő ember lecsapolta és feltöltötte őket. Saját szabályozott világát helyezve rájuk, melynek kényelméből aztán nosztalgikus romantikával vágyódhat a már nem létező szabad természet után. Külvárosokba kirándulva ma még eljuthatunk néhány apró, elszigetelt, az úgynevezett hasznosítás állandó veszélyének kitett élőhelyre, melyek őrzik a hajdani természetes környezet emlékét. Kőbánya külterületén, a védett felsőrákosi réteg szomszédságában egy másik elfeledett, neve sincs kis mocsár maradt meg, a hajdani rákos mező hatalmas lápjainak utolsó hírmondójaként. Felette húzódik a magas feszültségű vezeték.
Valószínűleg ezért nem épült ide bevásárlóközpont vagy ipartelep. A szobányi kis vízben egy egészen különleges hal él. A felszínről vesz levegőt, akár a réti csík. Ez a lápipóc. Az egész ország területén is már csak néhány helyen található. Pedig a Kárpát-medence a fő elterjedési területe, és nálunk bennszülött fajnak számít. Mivel az egybefüggő mocsarakat lecsapolták, a megmaradt élőhelyeken szigetszerű, egymástól elszakított állományai maradtak fenn. Maximális testhossza 10-12 cm, és mindössze 4-5 évig él. Úszóinak jellegzetes, kutyaúszásszerű mozdulataival egyensúlyozva lebeg a vízben, vagy halad előre. Tudományos neve Umbra crameri, amelyből az umbra árnyékot jelent. Tény, hogy a póc az árnyas, sötét, vegetációban dús vizeket kedveli. Élőhelye fölé úgy borul a felszínen tenyésző növényzet, akár az őserdők lombsátra. A lápipóc kisragadozó, kizárólag apró állatokat fogyaszt. Fő tápláléka a szúnyoglárva és egyéb kisebb vízirovarok, de nem veti meg a halivadékot és a vízibolhát sem. Egyes kutatók feltételezik, hogy a lápipóc növényi táplálékot is fogyaszt, mivel a gyomrában gyakran találnak ilyen maradványokat. De lehet, hogy azok nem szándékos fogyasztás útján kerülnek oda, hanem például így. A kis mocsár jövője igen kétséges. Alig 50 méterre innen két másik tavat már betemettek építési törmelékkel. A természet védelméről szóló 1996. évi 53. törvény értelmében Magyarországon minden láp ex lege, vagyis a törvény erejénél fogva védett terület. Ám e törvénynek a gyakorlatban szemlátomást nem sok ereje van. A közelmúlt éveiben számos vizes élőhelyet temetett el élve és épített be a főváros. Pótolhatatlan élővilágunk sitbe, betonba, aszfaltba fulladt. A tavakat, mocsarakat néhány tolvonással húzzák le a térképről azok, akiknek útban vannak a földüzérkedésben. A megmaradt lápok is állandó veszélyben forognak. Kevesen tudnak róluk, még nevük sincs, így könnyű őket eltüntetni és letagadni, hogy valaha is léteztek. A természetes élőhelyek egymás után mennek tönkre, közben pedig újabb mesterséges tavak születnek Budapesten. Víztározók, hajdani ülepítők, kubikgödrök, bányatavak. Bár sokszor szinte fulladoznak a szemétben, az élet mégis megindult bennük és körülöttük. A mesterséges vagy emberi tevékenység által erősen degradált vizek főként az idegenhonos és invazív halfajoknak kedveznek. Közülük az Amerikából származó törpeharcsa mérte az egyik legnagyobb csapást természetes vizeink faunájára. Néhány centis ivadékai nem is rajokban, hanem felhőkben járnak. Természetes ellenségük ezen a földrészen kevés van. Mérges tüskéik minden ragadozót távol tartanak, ők mégis szorosan összetartva ússzák körbe területüket. Falánkságuk végtelen, kedvenceik pedig a halikra és az ivadék. A Rákoskeresztúri volt ülepítő partjáról egy lépcső vezet a mélybe. A sekély vizet kedvelő naphalak előszeretettel úsznak ki rá.
Ezeket a színpompás halakat szintén az új világból hozták be 1905-ben. Akkor szabadult néhány példány a Balatonba. Pár évtized alatt eljutottak minden európai vízbe. Nálunk nem nőnek akkorára, mint őshazájukban, de nagyobb tavainkban akadnak kivételes példányaik. A Távol-Keletről nem ragadozókat, hanem úgynevezett békés halakat telepítettek hozzánk. Ám ezek talán még nagyobb ökológiai katasztrófát okoztak. Legnagyobb mértékben az ezüstkárász lepte el vizeinket. Állományai a beltenyészetből eredően gyakran indulnak korcsosulásnak és gyengülésnek, így fertőzések, járványok gyakori kirobbantói a halközösségekben. Az amur nagyra növő ázsiai növényevő hal. Minden magasabb rendű növényt lelegel a hínártól a nádig. Ha egy kisebb tóban elszaporodik, akár teljesen le is tarolhatja azt. A telepített amur és busa ivadékokkal együtt véletlenül érkeztek a kínai raszbórák. Erős ajkaikkal mindent összecsipkednek, sokszor kiszedik más kishalak szemét, vagy tövig lerágják valamennyi úszóját. A halaknál nem működik a multikulturalizmus. A bevándorló fajok a legtöbb esetben kiszorítják az őshonosakat. Ezzel drasztikusan csökkentik vizeink biológiai sokféleségét. A Naplás-tó Budapest legnagyobb kiterjedésű tava. Ez is mesterséges létesítmény, patakduzzasztással hozták létre. Márciusban a benne élő 10 és 10 000 szélhajtó küsz óriási csapatokban vonul a gyorsabban melegedő partszéli vizekbe. Legtöbben a tóba folyó szilas patakba úsznak fel. A halraj úgy mozog, mintha egyetlen élőlény volna. Ha egy nagyobb haltól vagy ragadozótól megijednek, az egész csapat egyszerre menekül. Miután megnyugodnak, újra kiúsznak a parthoz, és kezdődik minden előről. A csuka jóval korábban ívik zsákmány halainál, hogy utódai elég nagyok legyenek, mire a prédát jelentő halivadékok megjelennek. Tavasszal a part közelében újnyi kis csukák vadásznak 1-2 centis apró halakra. Már most félelmetes vadászok. Állandó növekedési versenyben vannak egymással is. Minél gyorsabb gyarapodásuk érdekében egyre nagyobb halak bekebelezésével próbálkoznak. Néha hajlamosak túlenni magukat. Ilyenkor a félig megemésztett zsákmányt visszaöklendezik. A fogjulejtett kishal fennakadt hátrafelé görbülő, szájpadlásukat is elborító fogazatukon. Így szabadabb állkapcsukkal annak fejét befelé fordíthatják a könnyebb nyelés érdekében. Némelyik csuka már ivadékként rájön, hogy akkor jár a legjobban, ha a saját testvéreit eszi meg. Ezek aztán jóval gyorsabban nőnek, és egyre hatékonyabb kannibálokká válnak. Egy véletlen találkozáskor ebben a korban néhány centiméternyi különbség már végzetes lehet a kisebbik fél számára. A Naplás-tó ma elsősorban horgásztó. Ebből már tudható, hogy a hazai horgászok legfőbb célhalát, a pontyot intenzíven telepítik bele. A pontynemesítés évszázados magyar hagyomány. A cél természetesen a minél nagyobb húshozam, minél rövidebb növekedési idővel. Ezek a halak néhány év alatt elérik a 10 kilós súlyt.
Minden vízünkbe ilyen hízékony, gyorsan növő nemespontyot telepítettek. Ennek következtében a csak a Kárpát-medencére jellemző nyurgatestű vadponty szinte teljesen eltűnt. A szintén fogyatkozóban lévő compó szerencsére nem ritka látvány a naplástóban, és a különféle keszegek is tömegesen élnek itt. A dévérek lazább, a vörös szárnyú keszegek sűrűbb rajokban vonulnak a nyári bőség ideje alatt, ami persze nem tart örökké. A naplás tavon a tél a halak számára a pihenés ideje. A külvárosi családoknak pedig a szórakozásé. A belvárosiak inkább a városligeti műjégpályára járnak. A Vajdahunyadvára előtti tóvizét télre leeresztik, kivéve az állatkert előtti részt. Ennek vize egyenletesen langyos, mivel a Széchenyi fürdő egyik kivezető csatornája táplálja. Felfedezhetünk itt némi hasonlóságot a halak és az emberek életmódja között. Az egész évben meleg vízben főként betelepített trópusi halak élnek. Legnagyobb mennyiségben fogasponty-fajták, melyek egymással kereszteződnek, a legkülönfélébb színezeteket és formákat mutatva. A hobbi akvaristák sokféle trópusi sügért is engedtek a tóba, ezek közül leggyakoribb a vörös torkú és a zebrasávos sügér. A mindent megcsipkedő kínai raszbórák innen sem hiányozhatnak. A halraj egyszer csak valamitől nyugtalanná válik. Valamilyen nagyobb állat üldözi őket. Káró katona. Ahol sok a hal, ott rendszeres vendég. Főleg ilyenkor, amikor a többi tó befagyott. Idegen fajok nem csak telepítés révén kerülhetnek hozzánk. A Kárpát-medence a közelmúltban spontán módon vált néhány invázióra hajlamos hal célpontjává. Békásmegyeren járunk, kora áprilisban. A 11-es főút mellett egy keskeny vízzel vezető árok húzódik. Partján sétálva jellegzetes mozgású apró halak népes raját vehetjük észre, az alig arasznyi mélységű vízben. A tüskés pikó megjelenését a 20. század második felében észlelték a Duna hazai szakaszán. Leginkább a nyugodtabb szélvizekben és befolyókban. Budapesten ebben az árokban tűnt fel először 2007-ben. Aprócska hal. Mindössze 5-6 cm-esre nő, de meg tudja védeni magát. Hátát és hasát felmereszthető tüskék, oldalát csontvértek védik. A keleti pikók teljes testén végigfut a vértezet, a nyugati pikók oldalán a mellúszók mögött megszűnik. Az ívásra érett nőstényt egy kisebb hím igyekszik becsábítani az általa épített növényi fészekbe. A hely és az apa jelölt ezúttal nem nyeri el a nőstény tetszését. A fejlettebb, káprázatos nászruhát viselő hímek saját területet foglalnak, ahonnan minden fajtársat elkergetnek. Ez a növénycsomó az itteni tüskés pikók legrettegettebb ellenségét rejti. A kockás sikló a vízhez legerősebben kötődő kígyófajunk, túlnyomó részt halakon él. Dermedten várja, hogy egy pikó elég közel ússzon. A nagy sebességgel érkező raj után a lemaradozottakra csap le.
mindig ügyel rá, hogy a zsákmány fejét a víz fölé tartsa, hogy az ne jusson oxigénhez. Amikor a hal már nem próbál menekülni, a sikló a rejtek helyére viszi elfogyasztani. Nyárra a kis árkot benövik a növények, de a forrás felől mindig jön elég víz, ami itt átfolyva a Barát-patakba ömlik, onnan pedig a Dunába. A tüskés pikók nyár elején kikelt újabb nemzedéke számára bőven van itt elég búvóhely és táplálék. A Dunából egyre újabb pikók érkeznek. Itt azonban találkozhatnak más halfajokkal is. A pataktorkolatoknál gyakran vadászó süllő ezúttal rosszlóra tett. A pikó meglehetősen szúrós falat. Nem véletlenül vértezte fel őket a természet. Rövid életük szinte állandó harc. Ettől is olyan sikeres a terjeszkedésük. A kedvenc uszadékfájukat bitorló kisebb Kessler gép ellen most is azonnal megindítják a hadműveletet. A felderítő felméri az ellenfelet. Az előőrs háborút provokál. A gép egyre ingerültebb. Ilyenkor jönnek jól a vértek és a tüskék. A hegyes fogakkal teli erős állkapocs nem tud komoly sérülést okozni. A kimeresztett tüskéktől pedig a gép nem tudja lenyelni a pikót. Pat helyzet. Csapadékos idő után a patakok vízhozama a többszörösére is nőhet. A megemelkedett vízszintet kihasználják a Dunából felúszó kisebb-nagyobb halak, ilyenkor könnyebben átcsusszannak a patakmeder akadályain. Az áradás levonulásával aztán itt rekednek, és a patak állandó lakóivá válnak. A sebesen rohanó vízben nem könnyű felfelé haladni. Az áradás húz, mint a gyors vonat, és a halak épp úgy utaznak rajta, mint az emberek a vonatokon. Csak éppen ár ellen. Minden utazásnak van egy végállomása. A halak számára a pesti Rákospatakon ez a furcsa építmény az. Rákoskeresztúr nyugati szélénél. Nincs az a hal, amelyik képes felugrani a méternél magasabbról alázóduló vízbe és folytatni útját. Cserébe, mint egy kárpótlásként, az idáig eljutott halak egy széles, kimélyült, oxigéndús, tágas élőhelyet nyertek. A vízzel érkező szerves anyagok nagy része is megreked ezen a felduzzasztott részen. Így táplálékban sincs hiány. Fenékjáró küllők kutatnak az aljzaton. Ez a Rákospatakban jelenleg legnagyobb számban élő halfaj. Magyarországon őshonos, a nagyobb folyókban fogyatkozóban van, így a korábban sokak által halott víznek hitt Rákospataknak természetvédelmi szempontból komoly értéket ad. Nevével ellentétben nem csak a fenéken táplálkozik. Az erős áramlásba beállva várja a sült galambot, megkóstol minden ehetőnek vélt törmelékdarabot, amit a víz feléje sodor. Élete, mintha állandó szélviharban telne. Ehhez szokott hozzá. Itteni felbukkanásának vélhető oka a mesterségesen kialakított mederben rejlik. Pesten a Rákospatak folyik legközelebb a városközponthoz, ezért a teljes fővárosi medrét kiegyenesítették és lebetonozták. Sodrása ettől olyan erős lett, hogy vize a leghidegebb télen sem fagy be teljesen, így igen hasonlatossá vált a hegyvidéki, hegylábi vízfolyásokhoz. Kézenfekvő, hogy előbb-utóbb megtalálták, és felúsztak belé az épp ilyen körülményeket kedvelő halak. A fenékjáró küllő télen is aktív.
Teste annyira áramvonalas, hogy a sodrással szembefordulva akkor is helyben tud maradni, ha nem úszik. A Dunából az invazív gébek és egy rokona a halványfoltú küllő szorította ki. Utóbbitól vaskosabb teste és pettyekkel teli úszói különböztetik meg. Alig két évtizede a vízszennyezés miatt a rákos patakban nem élt hal. Most mégis több mint 20 halfaj népesíti be. Jól tudják ezt a patak körül újra megjelent hallal élő ragadozók is. A pézsmapocok úgy úszik a sodrásban, akár egy miniatűr hód. Táplálkozása is nagyban hasonlít hozzá. Nyáron főleg vízi és parti növényeket eszik, de a hóddal ellentétben a telet húsevéssel vészeli át. Olyankor kagylókat, rákokat fogyaszt. A rákos patakban pedig a nagy számban előforduló fenékjáró küllőre jelent veszélyt. Ez már külterület. Valaha itt is élettől duzzadó mocsárvilág terült el, de ma bevásárlóközpontok, illegális szemétlerakók, felhagyott építkezések, hajdani gyártelepek, gyorsforgalmi utak mellékének világa. Az erre folyó szilas patakban a nem éppen tiszta környezet és a beleengedett szennyvíz ellenére változatos halfauna él. A tarka gép szemgolyóit egymástól függetlenül is tudja mozgatni. Így idejében észreveheti a veszélyt. Kicsi és védtelen hal. Egyedül a rejtőzködésben vagy a gyors menekülésben bízhat. Mintázata remekül elrejti a patak ajzatán. Sokan vadásznak rá. A cifrarákok számára is ízletes ebéd lenne. Ezek a rákok Amerikából kerültek hozzánk. Az általuk terjesztett rákpest is országszerte tizedeli az őshonos rákállományokat, miközben ők maguk immunisak a fertőzésre. Néha persze rosszul mérik fel az erőviszonyokat. A nagyra nőtt törpeharcsa ellen semmi esélyük. Ez a jövevény kivétel nélkül minden budapesti vízben jelen van, ahol halak élnek. A vágócsík a rejtőzködés mestere. Szívesen ássa magát a homokos ajzatba, testének mintázata is a homokéhoz hasonló. Nevét a szeme alatt található, kimereszthető csonttüskéről kapta, melyel fájdalmas szúrásokat osztogathat. Táplálékát a homokból szűri ki, akár egy kotrógép. A szájában átszűrt ajzat a kopoltyú nyílásán áttávozik. Maradtak itt réti csíkok is, abból az időből, amikor a szilas még lassabb, kanyargósabb, iszaposabb vízfolyás volt, és mocsarak lábok ölelték körül. Szerencsére nem betonozták le a teljes medrét, így a vízhez kötődő parti élővilág egy része is megmaradt. A torkolat közelében már szélesebb és mélyebb patakot a Dunából felúszó halak uralják. Domolykók, jászok, bodorkák és keszekfélék találnak itt kedvező feltételeket. Menedéket a nagyobb dunai ragadozók elől, valamint táplálékot a patak gazdag apróállat faunájában. A domolykók egészen messzire felúsznak a torkolattól. Némelyik a patak állandó lakója lesz. A többi vendég visszatér a folyóba, amint elég nagyra nőtt. A ragadozók természetesen követik a felúszó halakat. Kisebb csukák, sügérek gyakran megfordulnak itt. A patakok alsó szakaszai az őket befogadó nagyobb folyók fontos halóvodái. Az Óbudán keresztül folyó Aranyhegyi patak torkolatánál egy májusi folyóáradás során a Duna visszatöltötte a medret, jó felúszási lehetőséget kínálva ezzel
az idén kikelt halivadékoknak. Ahogy emelkedik a víz, úgy érkezik egyre több ivadék. Az aranyhegyi patak betonozott medrében kevés védett zug akad, de az ivadékoknak egy lépcső alja is megfelel. Itt pihenik ki a sodrásban történő táplálékszerzés fáradalmait. A kishalak bármit megkóstolnak, amit eléjük sodor a víz, és ha ehetőnek bizonyul, lenyelik. Ha több energiát tudnak így nyerni, mint amennyit veszítenek az árral szemben történő folyamatos úszással, gyorsan megnőnek majd. Az áradó Duna nem csak a patakok torkolatát, hanem a partjain tenyésző növényzetet is birtokba veszi. Az ártéri fű halivadékok seregét neveli fel. Egyik legkisebbre növő pontyfélénk a szivárványos ökle is szeret itt pulykálni. A faroknyelén látható türkis szín csíkról bármikor felismerhető. A hím öklék pompás nászruhát öltenek tavasszal, az európai halfauna egyik legdíszesebbjét. Ezért korábban kedvelt akváriumi halak voltak, de ma már védettek, csak állatkertek akváriumaiban bukkannak fel néha. Az ártereken otthon érzi magát régi ismerősünk, a réti csík is. Itt nem a kiszáradástól, hanem a ragadozóktól kell tartania. Ezért főleg éjszaka bukkanhatunk rá. A Duna. Európa második leghosszabb folyója. 10 országon halad át, ebből 4-nek a jelenlegi fővárosa is a partjára épült. Köztük Budapest. A belvárosban a Dunát betonozott rakpartok közé szorították. Az ember azt gondolná, hogy itt nem sok hal maradt. A valóság azonban más. A folyó fülmedrének mélyében a sebes sodrás folyamatosan cipeli hordalékát, emiatt örökös homály uralkodik, melyből szellemként tűnnek elő, majd vesznek belé újra az itteni folyó szakaszokra legjellemzőbb halak, a dévér és karika keszegek. A mindenütt megtelepedett ezüst kárász itt is jelen van. A keszegekhez csapódik, folyóvízi halként viselkedik. A dunai vadpontyokat ritkán látni. Vándor életmódjuk egész más, mint tógazdaságokban felhízlalt fajtársaiké. A bodorkát narancsszín szeméről messziről felismerhetjük. A sodródó szerves anyagokat csipegeti ár ellen úszva. Így tesz a jászkeszeg is. Megijednek mind, tehát ragadozó érkezik. Egy jókora balin. Cápaként cirkál a nyílt vízben, és minden halat megtámad, amit le tud nyelni. Hosszú szájhasítéka, nagyra nyitható szája is elárulja ragadozó voltát. A felszínről nézve is látványos, amint megrohamozza a küszt csapatot. Budapest felett a Dunán halkutatók követik nyomon egy másik spontán terjedő halcsoport, az invazív gébek állományának sűrűsödését. A korábban gyakori halfajok közül sok megritkult, mióta a gébek itt vannak. Az őshonos és veszélyeztetett botos kölönte már ki is pusztult a Duna teljes hazai szakaszáról. Több mint 10 éve nem került elő. Fő élőhelyét, a köves partszéleket elfoglalták
A gépek milliói. Gébek. Eredetileg a torkolatvidék félsós vizének lakói. A 90-es években indult inváziójuk felfelé a Dunán. Néhány év kellett csak, és a folyó leggyakoribb halaivá váltak. Mindenütt ott vannak. Hihetetlenül gyors terjedésük a Dunán és mellékfolyóin ma is tart. A kerekfejű gép a leggyakoribb, legszívósabb és legterbetesebb. A Kessler gép a legjelentősebb halivadék pusztító a gépek közül, mivel neki legnagyobb a szája. A folyami gép már több évtizede jelen van a Balatonban. Első volt a Dunán is, de a kerekfejű gép mostanra háttérbe szorította. A csupasztorkú gép a legfrissebb jövevény. Mint minden gép, ez is meglehetősen agresszív. A gépek invázióját különlegesen gondos ivadéknevelésük is elősegíti. A hím először kiszemel egy alkalmas követ, melynek alját kicsinosítja, vagyis elegendő helyet szabadít fel a párzáshoz. A nászruhás hím kerekfejű gép színe elsötétedik. Szemei zölden égnek. Így módon kiöltözve, türelmetlenül várja az ürege felé vetődő első nőstényt. A párzás gyorsan lezajlik. Utána egyedül a hím marad az üregben. A kő aljára tapasztott ikrákat és a belőlük kikelt ivadékokat is éberen őrzi. Napokig ki sem mozdul onnan. Minden arra járó halat elkerget. A nagyobb ragadozók nehezen férnek az üreghez. Kivéve egyet. De az inkább télen mutatkozik. Szenteste kiürül a város. Az a néhány kószalélek, aki a karácsonyesti üres metrószerelvényen épp átsuhan a Duna alatt, talán nem is sejti, hogy felette, a folyómederben épp most kezdi meg párzását egy titokzatos hal. A tengeri tőkehalak távoli rokona, a menyhal, jégkorszaki maradványfaj Európa vizeiben. Párzásához kivárja az év és a nap leghidegebb és legsötétebb részét, a téli éjszakát. Ha felhős az idő és fátyolos a fény, nappal is előbújik kövek, gyökerek alatti búvóhelyéről, és vadászni indul. Nyáridőben nem akad horogra. Ebből ered a közvélekedés, miszerint ilyenkor nem is táplálkozik. Úgynevezett nyári álmot alszik. Kevesen tudják, hogy főként a kisebb példányai a meleg időszakban is éberen kutatnak táplálék után. Főleg szag és tapintás útján tájékozódnak. Utóbbiban nagy segítségükre van előreálló, szakálszerű kis tapogatójuk. Bolharákokat és kisebb fenékhalakat zsákmányolnak. Képesek a gépeket követni, a legszűkebb résekbe is. A városi partszéleken a vízbe dobált betondarabok alját a menyhal előszeretettel foglalja el nappali szállásként. Úgy fekszik a bejárathoz, akár egy kutya az ól elé. A hidegkedvelő halak közül jóval ritkább, alkalmi vendég a fővárosi Dunán a sebes pisztráng. A hegyi folyó szakaszokról úszhat le, ahol ő a csúcsragadozó. Itt azonban találkozhat nála nagyobbakkal és erősebbekkel. A harcsa számára egyszerűen csak vacsora, mint bármely más hal. Van-e sötétebb hely egy harcsa gyomránál? A kősüllő szívesen vadászik a part mellett. Ami mozog és befér a száján, azt üldözőbe veszi. Ha nincs élő zsákmány, megkóstolja a dögöt is. De nem igen ízlik neki.
giliszta már jöhet, de legjobb az élő kis hal. A kősüllő a lehető legközelebb lopódzik a prédához. Majd egy gyors roham, és kész is. A gép is jobban teszi, ha mozdulatlan marad. Mert ha úszni kezd, vége. Budapest északi részén a Duna még erősebb sodrású, tisztább vízű, kavicsos és sóderes medrű. Pont ezt a környezetet kedveli a folyó emblematikus hala, a Márna. Izmos, áramvonalas és hengeres teste már elárulja, hogy tipikus folyóvízi hallal állunk szemben, mely lent a meder sötét közepén érzi jól magát. A nagyobbak ott kutatnak a fenéken négy bajuszukkal, a kisebbek pedig a kavics zátonyok szélein, a sekélyebb vízben állnak közös rajba a hozzájuk hasonló testalkatú, halványfoltú küllőkkel. Ez a hal a patakokba felúszó fenékjáró küllő helyére lépett. Ma már a Duna leggyakoribb küllőfaja. Egy domolykó és egy szilvaorrú keszek próbálja kitúrni egymást egy uszadékfa alatti búvóhelyről. Ahogy ez ilyenkor lenni szokott, a helyet egyikük sem nyeri el. A szilvaorrú furcsa szerzet. Fizimiskája mondjuk úgy könnyen megjegyezhető. A paducot vésett ajkúnak is nevezik, mert szájszéle kemény és éles. Alsó ajkát pedig kifejezetten vésőszerűen használja. Nagy lendülettel, ferdeszögben úszik neki a köveknek, szájával legyalulva róluk az algát. A kifejlett paduc főtápláléka a kövekre tapadt élő növényzet. Ezért hajlandó part közelbe úszni, ahol több a napfény, és így az alga is. A balkáni csík közeli rokonával, a vágócsíkkal ellentétben nem él meg kisebb patakokban, a nagyobb vízteret igényli. Régebben kőfúró csíknak is nevezték, mert nincs olyan rés, ami rejtve marad előtte. A német bucót nem biztos, hogy rögtön észrevesszük. Ez a fokozottan védett, igen ritka előfordulású sügérféle kifejezetten a köves, kavicsos, üledékmentes hajzatú folyószakaszok lakója. Nagyobb rokonával, a magyar bucóval együtt, ők a Duna fővárosi szakaszán előforduló legnagyobb természeti értékű benszülött halfajok. A széles durbincs áramlás kedvelő, de nem szereti a nyílt vizeket, inkább kövek vagy uszadékfák között bújik meg. Területét saját fajtársaival szemben is keményen védelmezi. A két rivális között hamarosan eldől a territórium sorsa. Apró szájukkal nem tudják megsebezni egymást. A csípéseknek inkább a lökő ereje számít. A gyengébb fél feladja, elmenekül. A Dunán több mesterséges öböl található a fővárosban. A sodrásmentes természetes partszakasszal is bíró, a Dunával állandó összeköttetésben lévő újpesti öböl jelentős táplálkozó és ívóhelye a folyóhalainak. A menetrendszerűen érkező tavaszi áradás itt is jócskán megemeli a vízszintet. A szélső fák vízben állnak. Alattuk menedéket lel millió és millió halivadék. A jövő nagy pontjai, keszegei, balinjai együtt, közös rajban. A sügérivadékok ragadozó természete már ekkor megmutatkozik. Egy óvatlan molylepke esett a víz felszínére. Az alig egy centis halacskák rövid úton végeznek vele. Talán ez életük első komolyabb zsákmánya. Az ivadékoknak legtöbb bajuk a motoros vízi járművekkel gyűlik meg. Az erős, természetellenesen haránt irányú tathullámzásban
Az apró halaknak nehéz megőrizni erejüket. Az újpesti vasúti hídról látszik, amint a szélhajtó küszök népes raja a partmenti melegebb vízben pihen. Ugyanitt figyel néhány félméteres balin. A felszín közelében járőröznek, a küszöket fel alá úszkálva terelik, akár a nagymacskák az antilop csordát. Ez még nem vadászat, csak játék, erőpróbálgatás. Ha neki durálja magát, a balin torpedószerű rohama során kilöki a kis halakat a vízből. Az aléltan visszaesőket kapja el, jut belőlük a társának is. A küszök, ha tehetik, elbújnak a partifák vízbe lógó ágai között. A többi hal is mind messziről menekül a balin elől, mely a keszekféléket, sügéreket, gébeket sem kíméli. Május végén a parti nyárfák termése millió számra száll a szélben. A napsütés hamar felmelegíti az öböl vizét. Az utolsó ártéri fa mögött egy hajdani rakpart betonfala emelkedik. Alatta a mély vízben gyülekeznek egy újabb idegen halfaj példányai. A busát az amurral együtt hozták be a Távol-Keletről. Óriási teste ellenére planktonikus szervezetekkel táplálkozik. A Dunában elszabadult busák előszeretettel keresik fel az öblöket, ahol a napsütötte állóvízben gazdagabb plankton élet fejlődik ki. A horgászok nem kedvelik a busát, mert a csalit nem kapja be. Viszont a planktont elfogyasztja az őshonos halak ivadékai elől. Ormótlan testével pedig a bedobott horgokba akad. Ha ilyen módon testbe vagy farokba akasztott horoggal kifognak egyet, nem kímélik. A busa ennek ellenére továbbra is nagy számban él a Duna öbleiben. A vízi madarak közül egyet még kevésbé kedvelnek a dunai horgászok. Más, csak apróbb halat fogyasztó halászmadarak mellett az újpesti öbölben szívesen és gyakran űzi halzsákmányát a nagy káró katona. Sokszor a nagyobb halakat is halálra sebzi éles kampós csőrével. Egy magaslati pontról vagy a víz felett repülve szemeli ki a halászásra alkalmas helyet, és nem késlekedik sokáig. Landol, majd bukik is a víz alá. Nem ritkán több tíz méteres mélységekbe is merül. Fél és egy perc közötti időre marad lent, ez alatt végig kutat annyi helyet, amennyit csak tud. Fejadagja napi fél egy kiló hal. Ez a valamikor vízbe dobott gyümölcsös rekesz különösen vonzó számára, mivel körülötte gyakran bújnak meg halak. A madár egyre dühöttebben úszkál körbe-körbe a rekesz körül, de a halak már megtanulták, hogy itt nem érdemes időzni. A káró katonák olykor nem is egyedül, hanem egymással társulva párban vagy csoportosan halásznak itt. A kisebb halakat még a víz alatt lenyelik, de ha egyikük nagyobb zsákmányt fog, a csapatmunka csak addig tartott. A szerencsés halász igyekszik az irigy társak elől biztonságba juttatni a kiadós falatot, és mielőbb lenyelni. Mikor jól laktak, kiállnak a napra szárítkozni. Hogy a Kárpát-medencének az elmúlt századok rengeteg szabályozása és lecsapolása ellenére milyen gazdag a vízkincse, szerencsére már kezdik megérteni az emberek. De hogy ez a szűkebb fővárosra is igaz, az kevesekben tudatosult. Maradt egy-két mocsarunk és számos újabb keletű mesterséges tavunk.
fél tucatnyi patakunk csörgedezik, és egy kontinenst átszelő folyamunk hömpölyög karnyújtásnyira. Ritka az olyan főváros, mely ennyire változatos és élettől duzzadó vizekkel rendelkezik. Ha nem számolnánk fel utolsó mocsarainkat autóparkolók kedvéért, ha patakjainkon megtűrnénk néhány kanyart és parti öblöcskét, ha nem háborgatnánk és hajóznánk agyon a folyókat, nagyban késleltethetnénk jó pár halfajunk eltűnését. És ez igazán rajtunk, budapesti embereken múlik. Ezek az állatok nem a távoli bálnák, tigrisek vagy koalák. Itt élnek köztünk, szó szerint a talpunk alatt.